Valahol mindig ott volt ez a fejemben, igen, hogy amikor elmentem annak idején 16 évesen, ugye, nagyon intenzív 4 év után, végigjártam itt egy nagyon gyorsan abban a 4 évben a serdülő C-től egészen a felnőtt csapatig a szamárlétrát, és akkor bennem maradt mindig, hogy egyszer jó lenne azért még egyszer a Fradiban játszani, és most nagyon örülök, hogy ennek a lehetősége megadatik, és szeretném minél jobban élvezni ezt az időszakot, és minél sikeresebbnek is lenni. Volt időm tényleg alaposan átgondolni, és úgy gondoltam a feleségemmel együtt, ugye ez egy nagyon fontos és nagyon nagy döntés volt számunkra, hogy most szeretném kipróbálni ezt itt Magyarországon, és ezt csak a Fradiban tudtam elképzelni. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok erre az időszakra, ami most vár ránk, és ugyanakkor tele vagyok motivációval és elszántsággal, hogy tényleg a lehető legjobban tudjam segíteni a csapatot és a képességeim legjavát megmutatni. Ami az infrastruktúrát illeti, az azt mondom, hogy az európai élmezőnnyel felveszi a versenyt, úgyhogy Németországban is hasonló körülményekkel találkoztam. A csapat is azt gondolom, hogy egy nagyon jó társaság, és egy jó felkészülés után majd bízom benne, hogy egy még jobb tavaszt tudunk majd játszani, és minél több mérkőzést fogunk tudni megnyerni. Tényleg profi körülmények várnak itthon most, és ez is olyan jó érzését teszi, hogy hazajöhetek, és hogy ebben a létesítményben, ahol te egy gyerekként felnőttem szinte, és innen indítottam meg a pályafutásomat, hogy ide most visszatérhetek, és ilyen tényleg profi körülmények közé érkezek. Nagyon sok példa mutatja, hogy akik hazajöttek játékosok, és itthon jó teljesítményt nyújtanak, hogy az út mindenki számára nyitott a válogatottba. Ugye most, hogyha a Juhász Rolandot említem, vagy a Gera Zolit, ugye most ugye a legutolsó példa, ez előttem is ott lebeg, de elsősorban szeretnék most a Fradiban tényleg nagyon jó játszani, nagyon jó teljesítményt nyújtani, és utána a válogatott az magától adódik. Szeretnék még természetesen azért a válogatottban is pályára lépni. A csapat szempontjából ugye szerintem az lehet a cél csak a Fradinál, hogy minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni, úgyhogy azzal a céllal fogunk pályára lépni majd, legyen az itthon, legyen az idegenben, hogy meg szeretnénk nyerni a mérkőzést. Úgyhogy bízom benne, hogy ez minél több alkalommal sikerülni is fog, és hogy ez a végén utána a tabellán mit fog jelenteni, azt majd meglátjuk. Nem szeretek így túlságosan tényleg előre gondolkozni. A videóton előnye most nagyon nagynak látszik, de a fociban semmi sem lehetetlen, úgyhogy azt a küzdelmet sem adjuk fel, de szépen sorjában szeretném venni a mérkőzéseket, és természetesen ehhez az én egyéni teljesítményemmel hozzájárulni, a csapatnak a lehető legnagyobb hasznára lenni, és a maximumot kihozni magamból, úgyhogy ezekkel a célokkal érkezek.